hallgatókat, látottak, harcokat is, hallgatták előadásomat. De most egy új, ugye két-fél éves tanás a pedagógus továbbképzésben indult, amiben lehet, hogy egy-két dolgot ismételni fogok azoknak, a hallgatók, talán más oldalról is jól megvilágít tárgyra, próbálunk ezeket a kérdéseket elmondani. Amint a meghirdetett tematikáról kívül, ugye néprajz, ami nem oldás során a tárgya, ezt a kicsit így magyaráznunk kell. A néprajz a legtöbbet vitatott tudomány. De lényege tulajdonképpen az, hogy mindent nem a vezető, a művelt vezető réteg oldaláról, a hatalmon lévő oldaláról, hanem mindent alulról a mi a többség oldaláról próbálunk magyarázni, mert talán az előadások végén kiderül, hogy a dolgok egy nép sorsa nem a vezetőkön mindig, a nagy felelősség nekik is, de a nép magatartása, a népnek a, így mondjam, kultúrája, magatartása dönti el a népnek a történelmét és sorsát. És itt a magyar történelem is így fog végigmenni, és rá fogjuk mutatni arra, hogy nem igazak azok a magyar történelme kapcsolatos föltételezések is, rövid, nem. Így mondhatnám, hogy a magyar sorstragédiát, az okai számba veszünk, amit eddig hittünk róla. A néprajz ugyanis az okokat, a legfontosabb okokat keresi. És ezek az egész nép magatartásában vannak, és nem egy hadvezérnek a tévedésének, egy királynak a döntőjére. Csak egy példát hadd mondjak, ugye történelmből tanulunk, hogy a nagy római birodalom megnyitott a barbárok csapásai alatt. Hát kérem, a barbárok soha nem tudták volna elpusztítani a római birodalmat. A római birodalom népe nem lett volna öngyilkos, szó szerint. És ez pontosan érvényes a magyar történet. Ezért fenntartással vagyok minden olyan sokszor hangoztatott jelszóval, mondással szemben tartják, hogy a magyar nép, a népek Krisztusa. Krisztus ártatlanul magára vállal a bűnöket fel a kereszten. A magyar nép minden hasonló tragédiája az oka csak belül, amiben most a bűnünket követel. És ezt próbálom majd most ebben a két fél évben bebizonyítani. Nem találok ki új elméleteket, nem foglalkozom az őstörténettel, sumér és egyéb kérdésekkel. Attól kezdve beszélek a magyar nép történetéről, hogy már megbízható írásbeli források szólnak, ez pedig körülbelül a Magna Hungária korából való, tehát amikor a Káma és a Volga táján, ahogy ez Nagy Magyarország Magna Hungária latinul ezt jelenti, ahová majd Julianus barát megy ki, ugye 4. Béla korában, és talál még ott magyarokat. És azért siető haza, mert értesül arról, hogy a mongolok nagy haderőben indulnak Európa ellen, és siet, hogy figyelmeztetni a királyt, hogy készüljön a törvény. Innentől kezdve, mert erről a Magna Hungáriáról korábbi adataink vannak már, és ezek nagyon elgondolkoztatók, és megerősítik majd azt a tételt, amiről most majd beszélni fogok, hogy egy népnek a sorsát az dönti el, hogy a háromféle kapcsolata hogyan áll. Elsősorban egymással, tehát mennyire szolidáris, mennyire együttműködő, mennyire egymást méltányoló rétegekből áll egy nép. Hát ez, majd látjuk a magyar történetben, ez a legsebezhetőbb a magyarság. Közmondás, és ugye a magyarság széthúzása. És ugye hadd emlékeztessek ugye Kopp Máriának, nemrégjárt professzornak a könyvére, Magyar Lelki Állapotról, amit írt, amiben statisztikailag mutatja ki, hogy a magyar népesség mennyire betegebb az európai átlagnál. És ennek egyetlen egy oka van, hogy így járunk egymással szemben.
Nincs társadalmi tőke, nincs együttműködés, nincs szolidaritás, nincs közösségi gondolkodás is, közösségi vállalat, áldozat vállalás. Ez az egyik legfontosabb egy nép sorsára. Össze tud-e tartani fölülről le, tehát a nép legszegényebb és legnagyobb tömegét alkotó részei és vezetők között. És hogyha ebben hiba van, akkor már minden. Tehát innen kezdem a Magna Hungária föltűnő magyarokkal, Ibn Fadlán, Bakuta, Jaihani és más arab perzsa írók már írnak, és éppen a lényegről fognak írni, mert a másik kapcsolat is nagyon fontosnak tartom, ami szorosan összefügg az előnyben, ez pedig az ember kapcsolata a természettel, ugye az első az ember-ember kapcsolat. A egymás iránt érzett szolidaritás, a közösség. A másik a természettel való kapcsolat. Ez azért érdekes, mert a mostani legújabb ökológiai szakirodalom, hiszen a világon sokfele aggódnak az emberiség jövőjéért, hogy elszennyeztük a természeti környezetet, elpusztítottuk a természeti környezetet, és akkor ezzel saját magunkat fogjuk elpusztítani. Itt egy megjegyzést hagyd tegyek, egy híres ökológus mondja azt, hogy az ember csak nagyon későn veszi észre, hogy a kapriságával azt a természeti környezetet pusztítja el, ami őt eltartja. De még később fogja észrevenni, hogy már előbb belsőleg elpusztul, mert megszakad a természettel való kapcsolata. Ez az a bizonyos biofília, amiről a legújabb ökológiai elméletek írnak, mert külön cikket is írtam annak idején. Biofília, az ember és a természet közti kapcsolat, amiről azt írják ezek a modern ökológusok, hogy olyan élet szükséglet az ember és természet kapcsolat, mint az ember szociális kapcsolatainak a szükséglete, az ember kapcsolata a szexualitásra, az ember kapcsolata a tiszta levegővel, és a többi. Ha ez megromlik, akkor baj van. Ez a másik feltétel, tehát hogy első az, hogy egymással hogyan milyen szóval. Második az, hogy a természettel milyen szóval. És ennek a természettel és egymással való kapcsolatnak a normáit, az Istennel való kapcsolat fogalmazza meg. Az isteni parancsok nem egy kitalált, rigorózus, értelmetlen beszűkítés az emberi szabadságnak, hanem a megmaradásnak, a józan, teljes életnek az alaptörvénye, mint a megszerűen, mint a közlekedési szabályokat, ha megszerűen, vagy hibákat érezzük először a kárát. Ha szembe megyünk a forgalommal, akkor önök el tudnak gázolni. Tehát nem egy elvont, erkölcsi rend, az Istennel való kapcsolat, hanem az isteni parancsok tulajdonképpen a normális emberi életnek az alapfeltétele. Amit ha megszedjük, akkor saját magunk okozik a vesztőket. Nézzük ezt a magyar történetet. Tehát mondom onnan, a Magna Hungária. És ide egy másik elméletet, amiről most sokat vitatkoznak. Azt mondja, hogy az ember, a civilizáció tulajdonképpen ősidők óta, többet óta azt a törekvését jelenti az embernek, hogy legyőzze a természetet, és a maga hasznára fordítsa a teremtett világot. Tehát az ember, ahogy civilizálódik, ahogy fejlődik technikailag, társadalmilag és így tovább, pusztítja a környezetét, a természetet. És végül annyira elpusztítja, hogy ő is el fog pusztulni, mert egyszerűen nem lesz termőföld, amit eltartja. Hadd jegyezzem meg egy zárójelbe csak. Teljesen elfelejtett, de magyar tudósnak, aki bátran lehetett volna, a Nobel-díjas is, ha nem akar a rossz kor élet, ahogy él. Ereki Károly vitatkozik Malthus és Richard elméletével, hogy az ember túlszaporodik, és az túlszaporodott emberiséget nem tudja eltartani már a Földön. Nincs ami termőföld. Most egy másik oldalról a termőföldet is pusztítjuk,
majd meg később beszélek. De ez 1928-ban írja ezt a kis tanulmányát, és azt írja, hogy ha nem lennének szállítási problémák, az akkori egész emberiség, aminél most már háromszor annyian vagyunk, akkor az egész emberiségnek a teljes élelem szükségletét két Somogy megye nagyságú, halas, vizes élőhelyet tudná látni. Mert amíg a szárazföldi kultúrák, a napsugár energiát, minden életnek az alapja 1-2%-át hasznosítják, a víz, amiben behatolnak a napsugarak, a napenergiájának a 30-40%-át hasznosítják. Persze ugye hát egy elmélet, mert ugye hogy számítanánk mondjuk egy Somogy megyéből, hogy akkor a halastóból, egy vizes kultúrában nem feltétlenül a halastóról beszélünk, az életnek mint Dél-Afrikában. Ez egy más kérdés. Lényeg az, hogy még akkor 1928-ban, és ma is tulajdonképpen, ha úgy nézzük, elegendő termőföld van még, csak okosabban kéne velünk gazdálkodni. És ez majd minket is érint, és ez szinte aktuális kérdésekre is ki fogok térni. A természetről együttműködés a szemben áll a természet pusztításával. A természet pusztításának az a jelei, akármerre utazunk Európa, bármelyik vidékére, beleértve a magyar alföldet is, egy elpusztított tájjal szembesülünk. Erről majd bővebben beszélek. Az alföld, az a steppe, ugye mit szokták nevezni, még ma is vonzó erő. Nem egyszer beszéltem, és erre egy tudományos vizsgálódás volt a vendéglátóképviselő főiskolán, megkérdezték a Magyarországra először érkező nyugat-európai és amerikai turistákat, hogy miért jönnek Magyarországot megnézni, mert eddig nem jártak itt. 80-90% azt mondja, hogy pusztát akarják. Én is utaztam egyszer vonaton Győrtől Pest felé, hollandokkal, és összebarátkoztam, beszélgettem németül egymással is. Csak, hogy hát hol a puszta, nézi a tatabánya környékén, hol a puszta, hogy messze kéne ahhoz menni. Azért jönnek, a pusztát akarják látni. Hát majd Budapestről elmennek, még keletre, akkor hol tovább ezt a környékén majd látni fogják. Miért hozom ezt a példát? Mert ez a puszta nem azért, hogy ez a történetkönyvekben így van, nem egy történetkönyv olvasat. Azért telepedett meg a magyarság, de a Kárpát-medence közepén az Alföldre, mert itt hasonló steppéket talál, mint ahol van. És te régészeti és történeti írott emlékek bizonyítják, hogy az Alföld nem volt puszta, nem volt steppe, csak a 13. századnak pusztul el. Én ezt nem győzöm elégszer mondani, mert annyira beleívódott az emberekben. És ez egy költészeti része lett. A puszta úgy tartozik hozzá Magyarországhoz, mint a Bika viadala. A spanyolokhoz, vagy a fjordokhoz, a Norvégiához és így tovább. Kérem szépen, az Alföldön, ott ahol a nagy mezővárosok vannak, sűrű, apró kis falak, gazdag környezettel, halastavakkal, gyümölcsösökkel volt tele. És ezeket a falakat ismerjük, régészetileg, pontosan tudjuk, hol voltak. Egyszer a Hortobányban bejártam, Bunda professzorral, megkészült egyes falakat, még az egyes házak dombja is ott van. Ott, ami a pusztát élvezik, hogy amíg a szem ellát, nincsen épület és fa sincsen, ott egymást érték a halastavas, gyümölcsös kis falak a 13. században. És itt van az első ismerté vált, de könyvekben még mindig elhallgatott téma, hogy az ember szembefordul a természettel, az csak akkor tudja, hogy először egymással fordul szemben. Mert az ember józan okosságával, a társadalom védi a természetet. Nem akarja elpusztítani. A legszebb példájának a székely falu törvények, ahol írásban van fektetve a régi falunak a viszonya egymáshoz és a természethez. Abban bizony megfogalmazták és leírták, hogy a virágbeliség a székely szabad falokban előbb megjelen, mint az Alföldön, ahol el is pusztultak a falak, védték a természetet.
az Alföld azért pusztul el, mert a nagyurak, hogy így mondjam, kapzsiságban elfeledték a karó, hogy egy nemzethez tartoznak. És olyan óriási kereset volt a magyar szürke marha világ Nyugat-Európában, erre a szürke marha exportra koncentráltak, és ezeknek ez egy olyan fajta volt, amelyik a természetben az együttműködésben alakult ki úgy, hogy ezt a fajtát nem kellett takarmányozni. Az megélt itt a Kárpát-medencében, ahol, amit a téli legelőkön megtalált. És olyan izomzata és olyan természete volt, hogy, és ezután veszte is, hogy gyalog elment az Atlanti-óceánra. 13. században már sok magyar úr egymás ellen harcot visel, hogy minél nagyobb legelőtét szerezzenek a maguknak az állatok részére, és közben elpusztították a falukat. Ekkor pusztul el. Hát Debrecen határában 30 falu volt, Kiskunfélegyháza határában 16, és itt sorolhatnám tovább. Virágzó, családi gazdaságokban termelő, a természettel együttműködő falvak voltak ezek. És helyette mi lett? Legyen. Hát ennek már följegyzések vannak, hogy egy-egy esztendőben 30-40 ezer hízut marhát hajtottak mennünk a vámok. És ez még fennáll, még a török alatt is, a török is érdekelve van ebben, mert a vámokon meg leszedje a sápot ő is. Tehát az, ami Szegfű Gyulában, a magyar történelm kézikönyvében, ugye ott van Szegfű, Hohmann, Szegfű biztosítás, a létkötetes munkát, hogy az Alföldet a török pusztított el, az hazugság. És végigvizsgálva a magyar történelmet, mindenhol ott találjuk az elhallgatásokat, amikor a uralmon lévő, a hatalmas bűnei viszik romlásba az ország. Mindig ki van törve a történelemben. Erre majd több példát is hozok, döbbenetes, amikor erre rájöttem, és elkezdtem így vizsgálni a magyar történelmet. Részkutatásokban, amikor egy-egy kutató rááll és egy kérdést megold például Alföldi falvak pusztulása. Azt megírja, ott van. A kézikönyvekben a szó sincs. Ott az, ami a török elpusztít. Tehát az, ami a Széke Hínuszban van, hogy ki tudja, merre visz a végzés. Népek Krisztus a Magyarország. Az van, hogy hát elpusztítottak. Nem, mi pusztítottuk el saját földünket és a népünket. És ez legalább 10 esetben tudod kimutatni. Mit mond a kézikönyv, a tankönyv, és mit mondanak a részkutatások, ahol egy ember egész életén keresztül a problémák megoldását vállalt. És ezek nem ilyen kerülnek be a kézikönyvben. A kézikönyvben azt kell tanulni, hogy milyen szegények, mindenki rúg rajtunk, Trianonban, stb. Elhallgatni azt a felelősséget, és akkor nem tudunk tanulni se belőle. A történetnek csak egyetlen egy értelme van, hogy tanuljunk a jövő számára. Ha pedig épp azt töröljük ki belőle, amiből tanulhatunk, akkor nem ér azt semmit sem. És a néprajz tudja ezt helyre tenni, ezeket a dolgokat. És erről lesz szó, ebben a tévében. Itt van egy másik kérdés, ami az én kutatásaimnak több évtizedét vitt el, és talán ezzel írtam be magamat a magyar történelembe, történelmi kutatásban. Foglalkoztam azzal a kérdéssel, hogy mi volt a vízrendezése előtt Magyarországon. Innen indult ki az én egész kétkedésem a leírt történelmi könyvek igazságával. Mert én nem azt fogadtam el, amit a történelmi könyvek írtak, hanem én bejuttam a levéltárakba, elmentem az öregekhez, és azoknak a hagyományait gyűjtöttem, öregektől öregekig mentem esténként. Minden nap, hogy Szekszárdi Múzeumban dolgoztam, és Szekszárdi és pécsi kalocsai levéltárban pedig a úgynevezett paraszti iratokat vizsgáltam. Ez valahogy úgy jött össze, hogy nem kell elhinnem azt, amit írtam a árvízmentesség. Még ma is ezt írják Magyarországon, pedig a legnagyobb szabású vízrendezési munka. Ehhez hasonló csak a hollandok csináltak. És ennek vezetője, megalapítója, Széchenyi és Vásárhely voltak. És akkor ez egy második magyar honfoglalás volt,
mert az Alföld számtható területe több mint egy harmadával megszaporodott. Ez egy második honfoglalás, hogy a mocsaras vízjárta, árvízjárta területekből számtható ezt csinálni. Megyek el egy történelemképet, akármelyiket. Ezt fogják be magasan. És akkor én nekiálltam összeszedni, hogy mit mondtak az öregek, mit mondanak a helyi levéltáraknak fennmaradt írásai, és kibetkel, pont az ellenkezőjének. És ez olyan érdekes, mert a jövőnk is ez lesz. Mert hol, most ugrok ennek, és hol tartunk ma? A Duna és a Tisza magas gátak között folyik le, amikor árvízol. A gátak közti részt nevezik hullámtérnek. A gátak között néha, például a Tisza mentén, saját szememben is láthattam, de azt hiszem utaznak láthatták, hogy mikor árvíz van, de még nem törte át a gátat. A gátak között a víz szintje magasabban áll, mint a falutornyás. Ha nem töri át a gátat, akkor is milliárdokba kerül, hogy a közlekedő egyéb törvénye szerint a gát másik oldalán fölbuzgó belvizeket beemeljék a sokkal magasabb a folyó Tiszában, mint a Dunában. Ez milliárdokat visz el a pumpálás csak. És akkor azon a területen, ahol tényleg nagyobb, hosszabb ideig magasan van a víz szintje a hullámtérre, azért nem öntött ki igen a víz, de ott a termésnek annyi. Ott már nem lehet aratni. Ott amikor lement a víz, akkor mi utólag lehet valami rövid tenyész ideig dolgozni a hasznosítani. Ha kitör, akkor végül nem tudják el. Tehát ha nem tör ki a víz, akkor is nagyon sokba kerül az, hogy a gát túloldalán lévő belvizeket átemeljük. És nem mindig sikerül. És lehet, hogy átemeljük a belvizeket, és augusztusra kiszárad annyira, hogy a szárazság miatt nem lesz ott terni. Ezek tények, ezek napunknak találkozunk vele. Most ennek a költségét ráterhelnénk arra a területre, amit korábban elöntött az árvíz, de most a töltések megmentik azt a területet, óriási ráfizetés lenne. De nem a ott termelő vagy azt a ártérből számtott rá le területet használó fizeti, ezt hanem az egész ország. És a milliárd. És közben minden esztendőben a hullámtérbe lefutó víz rengeteg húszt, hordalékot hoz le a hegyekből, és a hullámtér fél egész centit évenként fölöltődik. Ez 10 év alatt már több ezer, több méter fél. Tehát ha nem történik semmi klímaváltozás, semmi katasztrófa, akkor is állandóan magasítani kéne a gátakat, mert a kapacitása a hullámtérnek csökken. Hát meddig fogja menni? Végig. És akármennyire, akárhogyan emeljük magasabban a gátakat, annál nagyobb költség a belőzek beemelése. És nem tudunk változtatni, nem akarunk változtatni. Én ezt leírtam, többször is megtámadtak a tízügyesek. De ma azóta már az akadémia is hiányta. Tehát lassan el kell ismerni, és nem beszélünk róla. Tehát mi a megoldás? Hát csak, és mi két dolgok. Magyarország középső része, Duna-Tisza hátság kiszáradásban van, és elsivatagozottakkal van. Ez. Hát olyan területek, és szikesedés is egyetlenül beszélve. Ugyanakkor egy szarvasi mezőgazdasági mérnök kimutatja azt, hogy egy-egy árvíz során a Tiszában több ezer tonna műtrágyának megfelelő termékeny humusz megy be a Fekete-tengerbe. Ami régen szétterült és itt marad. De most ez bemegy. Hát egy,
egy árvízes árvíz idején, vagy magas vízállás idején a Tisza víz az nem kép, ugye? Tisza. És ez mind megy be, de fekete terület, de nem marad. Mert ehhez hozzáveszünk is egy egész más oldalról, hogy ma már az a dicsekszünk, Körmán fő avatta föl a pécsi szalma égető előnyüket, amiben szalmát égett. Tehát a számtól földön maradt szalma sem kerül vissza már a földre, a trágyázásról rájött tizedekről szalmisztok. Hanem azt még elégetjük, hogy a pécsiek melegedjenek. Mert ez bioerőnyű. Ez megújuló erőnyű. Ez kizsarolással földnek. 20 év múlva ez a föld semmit sem fog érni. Hát ha mindig csak visszük el belőle, nem kell hozzá nagy fantázia. Mi maradott akkor? Ugyanolyan táj lesz, mint az alföldi puszta. Ugyanolyan táj lesz, mint aki járt Dalmáciába, Horvátországba, és látja azokat a kopárhegyeket. Azok mind szőlőhegyek voltak régen. Csak hát ugye olcsóbb akkor a bor, hogyha nem kell visszaholtani a lehajtott esőnél legyőtt hordalékot, mint hogy régen itt a környéken is. Én ezt egy gyűjtöttem el, külön dolgozatot írtam. A budai hegyek, amelyek olyan, mint a gondolják, nézzenek, mint a hatos útról a budaős hegyekre, vagy a sas hegyre, csupa szikra terült. Az mind szőlős hegy volt, szőlő. És még a 20. század elején is az ottani szőlős gazdák, az budaősi török bálinti egyik szőlős gazdák, egy nagyobb eső után puttonnyal hordták föl a lehordott földet. Persze másképp is kellett volna talán telepíteni, nem hordja le annyira, de ez történt az egész Adrián mentén is, ahol most karszt van. Az mind kert volt, az mind szőlő volt, az gyümölcsös volt. Most meg merőszik volt. Így pusztítja a lender a saját földjét. De most maradjunk csak Magyarországon. És Magyarországon tehát, ha megnézzük a térképeket, a klimatérképeket, Magyarország közepe 5-600 milliméterre déli csapat. Az önmagában nem. És nem volt probléma régebben, mert a tavasz járvíz megöltözte ezt az egész felületet. Belehúzódott a föld a földbe. És másképpen nagy állapotát nem lehetett számítani, de másképpen. És erről van a legkevesebb tudomásunk, és ezt kutatókodásnak tudod időben elmondta. Hogyan gazdálkodtak azon a területen, amit előtött a víz? És már mostani számításra például Ulán Jánosnak, a Szarvasi Tanárnak a számításaihoz. Ha most azt a területet olyan mértékben árasztaná el a víz, ahogy a régen volt, mert most, hogyha megnyitanám ezt a magas gátat, akkor ott úgy menne ki a víz, hogy elsodornám még a falakat. A falak régen nem épültek olyan helyre, ahol árvízlevétel volt. De most már, ha így föl van duzzasztva a tárka között, és valahol kitör, akkor bizony falakat is nyitnak. Hát azon a területen, amit most megnézünk a vízről, ha azon a területen vizes kultúrákat használom, mi kellett? Halastó, gyümölcsös, nagy gyümölcsös is nyitott a régen, hogy elállt, sőt, megöntözte a területet, de mondjuk többet fogunk beszélni. Takarmány, különböző takarmányféléket termelnénk, nem csak lucernát, meg nem tudom, esfejezetet, meg ilyesmi, hanem a régi fajtáknak megfelelő. Itt okleveles anyagot találtam arra, hogy azok a marhák, amiknek az érdekében elpusztították a falvakat, azok nádon és gyékényen is meg. Éltek, csak a nádat a zsengekorában legelték, a gyékényük abban megcsukta a falat. Le van írva, hogy ezen a területen bizony mi marhákat tartottunk, ez nem volt bocsár, mert így megéltek tényleg. Mert a szimentári mérnek nem tényleg, mondjuk a győzi marha lapár, flamand lapár, vagy fekete talakár, stb. Azok nem tudnak. Végül megint.
vagyis tudták hasznosítani ezt a területet, és több volt a jövedelme. Ha most kiszámoljuk ezt, hogy itt lehetne ott dióban, gyümölcsben, takarmányban, stb. Háromszor, négyszer annyi lenni, mint hogyha nagyon jó búzatermést takarítanák le ugyanakkor. Ez a búzatermés, hogy állandó veszélybe van, vagy a belüzek pusztítják el, vagy az állandóság. Ez egy együttműködés volt a természetben. Nem magától volt. És ez a lényeg. És erről szóval beszélni, mert erről legkevesebb a kisbetegnek. Hogy az ember nem csak pusztítani tudja a természetet, hanem hozzá tud járulni a biodiverzitás, ez egy szakkifejezés, azt jelenti életgazdagság. Azt a fajok számában és erejében lehet meghatározni. Tehát biodiverzitásban gazdag egy magyar erdő, amiben háromszor, négyszer annyi féle fa van, mint mondjuk egy osztrák, vagy egy észak-németek. Három-négy fa van, szinte homogén faállományban, egy mecseki erdőben pedig csak fafajtákban van. Ez a biodiverzitás ki lehet használni. És ez a magyar történelmek egy nagyon súlyos fordulói pontját, és jelzi el, hogy majd beszélni fogok, hogy az 1760-es, hogy Mária Teréző Péter elkülönülése kapcsán, hogy akkor veszik el ezt a sok oldalra használt biodiverzitásban gazdag erdőt, tehát földművelésre nem használt, közösre használt területeket az okvásártól, és ekkor születik meg a magyar nagy birtok, ami a termőföldnek a 45-ös nevezett földosztási, ugye Európa egyik legtorzabb földbirtok felkérdete volt, az összes termőföld a 38%-ról földbirtokot. De nem, ez előtt 467 előtt. Ez 467 előtt az erdők különösen közös használatú. Mária Terézia, miután sok fele erőszakkal veszik el a közös területeket a földosztóak a jobbágyoktól, szabályozza ezt a dolgot, a földesülök érdekében is. És attól kezdve, ez 1765-es ügyvéd rendelést kezdve, csak a megművelt föld arányában adta közös erdőbirtokot a falvaknak. Csak egy példával, miről van szó, ha a falunak volt mondjuk 6 jobbágy terület, egy jobbágy terület az 24-25 volt termőföldet, akkor adtak jobbágy területét, hogy erdőt közös használatban ennek a falunak. Tehát mondjuk 6 jobbágy terület után 12 volt erdő. Többi az a földesült kizárólagos tulajdonképpen. Nincs benne egyetlen történelmekben, de ifjú Balta János, Debrecen egyetlen professzor, közös könyvünk van a magyar agrártörténet, ilyen nagy könyv, mint egy biblia, nem is érve elő ilyen polcok. Abban leírja, hogy 1767 előtti időben nem történt meg ez a rendezés, 5%-a volt földesúri kezelésben a termőföld és a föld. Tehát ami nem volt felosztva jobbágy telkekre, illetve nem volt jobbágyok használatában, hanem kizárólagosan földesúri kezelésben volt. 5%. A 67-es rendezés után, 1790-es években végrehajtott elég pontos fölmérés szerint, vannak megye, ahol 30-40%-a már a szántó földeknek földesúri kezelésben vannak. Az erdők 90%-a, a várterületek 40%-a. Szerint írta 1998-ban. Benne van a tankönyvekben. Ekkor születik meg a magyar nagybirtok. Az a torz nagybirtok, ami nem csak a földet sajátítja a jobbágyok előtt, hanem ennek megfelelő külpolitikával ragaszkodik. Például a Habsburg Birodalom szövetségeseihez, és ezért közvetve ennek azok a első második is, nem tudom, világháború. Magyarország sos. Amíg Európa többi részén ez nem következett be, és Európában kiválóan Magyarországon a leg
nagyobb, nagy birtokos arányú ország. És ez számtalan formában tette tönkre a magyarság. Például 1920-ban a trianoni béketötés után a utódállamokhoz került nagybirtokokat felosztották, és betelepítették a lunádokat, a szerveket és a többiek. Tehát ez volt egy óriási lehetőség. A Bácskában 1920-ig magyar többség volt. Ma mennyi? Magyarság úgy felállna? 10-15 De még semmi. A magyar nagybirtok, amióta bevezették a földadót, egy adott terület után fele annyi adót fizetett, mint egy kisbirtokos, háromholdas, négyholdas, törpebirtokos vagy nincs területi számító. És ezt a birtok adózási rendet megörökölték a nagybirtok felosztása után a betelepített románok, szerbek, szlovákok. Tehát a magyar föld kirablása tovább ment, mert kétszer annyi adót fizetett egymás mellett egy szlovák, meg egy magyar birtokos. Magyar birtokos kétszer annyi adót fizetett, mint a nagybirtokból részesült szlovák. Benn van a történelem könyvek, pedig ez eldöntötte azt, ma már tudjuk, hogy a Kárpát-medence magyarsága a trianoni békekötés után, főleg a utódállamok magyarságát illetően több mint 2 millióval már kevesebb, mint volt 1920-ban. Tehát nem szaporodtunk, folytunk. Mi az oka? Azt mondjam mondani, hogy a születéskorlátozás az egyik. Kis Géza, Ormánságnak a református monográfia írója mutatja ki 1937-ben, hogy az egykézés annak a következménye, hogy a ormánsági parasztok elvesztették azt az erdőt, azt az árterületet, ahol nem szántóföldi művelés, hanem sok oldalon, a biodiverzitás sok oldalon kihasználó gazdálkodás közösbe fordítottak. Mit csinál? Legeltettek lovakat, marhákat, disznókat, a szentőnyeket, hogy legelőtt tőle, méhész vettek, haláztak, gyümölcsöt termeltek, és így tovább. Egyszerre lezárulott ez. Ez az a biofília elmélet, amiről beszéltem, ami ma tele van a nemzetközi irodalom, hogy az ember elszakad a természet közvetlen használatától, annak a társadalomnak óriási. Nem akarok ebbe belemenni, mert sokat lehetne vitatkozni, csak egy számot mondjak. Európa lakosságának 60-80%-a urbanizálódott. Még a falun is lakik, de nem földet művel. A nagy, az egykori farazbirtokok, családbirtokok, nagybirtokok kezén vannak. Tehát a lakosságnak 60-80%-ának semmi köze a földet művel. Európa lakossága ilyen gyorsan fog. Ha nem lennének törökök, albánok, cigányok, afrikaiak, dél-amerikaiak, akkor már régen gazdasági probléma lenne, nincs fiatal ember, aki végezne a munkákat, amire már nincs őslakos ember, ugye? És ebben viselünk sokkal jobban. Talán rávilágítottam erre a két dologra, ugye azt, hogy kisajátítsa a nagybirtok, az maga művelésével a termőföldet, amivel nem tud visszapótolni semmit sem. Hát hiszen, ha tart egyáltalán vállalatot, akkor azok modern ilyen üzemekben vízzel tisztított tisztálókkal, stb. Töredékesre került vissza a trágyának a földbe. Tehát a nagybirtok fogyasztja az energiát a földnek, a családi gazdaság még mindent visszaad. Minden trágyát visszaad. Tehát fönntartotta a termőképességet. Tehát ugyanakkor elszakadtunk a természettől, megállt a népszaporulat, és
megindult a föld végleges lebomlása. És a nagy Miklós egyre nagyobb parádó lesz. Az elmúlt hónapokban éles vita volt, a föld Miklós politikában én csak ezt egy dolgot hangoztatom, hogy a nagy Miklós nem tudja megtartani a népességet, hiszen egy népesített nagy Miklósnak a munkaerő igénye tizede annak, amit egy családi gazdaság fordított. Ezért nincs csak disznót tartás, ezért nincs elő. Baromfi tartás, tehát bár is itt van a tanúságok, a mi jelen életünk is. Nehéz kérdés. De most menjünk ehhez vissza, hogy hogyan is működött az az úgynevezett átéri gazdálkodás, aminek én az életemet szenteltem, és amiről könyvben is jelentem meg, én végre nagyjából kezdenek elfogadni. Nem az volt, hogy hagyjuk a természetet, azt csináljon, amit akar. Az együttműködés a természettel, ami ősidők óta, az indiánok törvényeiben és a falu törvényekben, amit a föltártunk például Erdélyben, mind benne van, hogy hogyan viszonyul az ember a természeti környezethez, hogyan védi azt, hogy egyesek ne a saját ízhatság ki a többiek elől annak aztán, másrészt, hogy fenntartsák annak a biológiai sokszínűségét, tehát ne pusztítsák el. Nem pusztították el az erdőt. Erről külön kell beszélni, mert megmondom, nagyon aktuális Erdélyben a havasok gyors fogyása, mégis ez van. Együtt mi jelentett az átéri gazdálkodás? Ez egy olyan terület, ahol óriási a csapadék mennyiség különbsége, illetve a árvizeknek a vízszintje, a folyók vízszintje, 6-8 méter az Dunán és a Tiszán része. Amikor magas volt a víz, akkor az ember arról gondoskodott, hogy a víz ne duzzadjon föl a folyónak a természetes gátjai, még nincsenek törzések, csak természetes gátjai minden víznek, és van egy természetes övzáton, ami magasabb, mint a környezet. Ezt áttörték, hogy amikor emelkedik a víz, akadálytalanul mindjárt kimehessen a plusz víz az árterületre. Az óriási területeket öntöttek el ezzel, de ezáltal elkerülték azt, hogy föl magasodjon a víz. Hát rögtön gondolkodunk arról, hogy szétterüljön, akkor nem tud földúzani, ugye? És ugyanezek a csatornák, amik mesterségesen csináltak, ástak, ez biztosította azt, hogy amikor apadásra került a sor, 2-3 héten belül, ugyanezek a csatornák visszavezették a vizet a folyóban. Ez nem volt elég egyszer megcsinálni, ezt minden évben újra kellett tisztítani, karbantartani, mert az uszadék, a iszap, stb. Ezeket természetesnek tetsző, de mesterségesen létesített árkokat, fokokat betemette volna. És akkor kimarad volna a víz. Ha kimarad a víz egy bizonyos idő után, akkor ez kiöli először a füveket, utána a fákat. Először a kemény fát, diót, gyümölcsöt fát, utána a kumafát is. Tehát egy olyan gazdálkodás volt ez, amiben a víz bizonyos ideig kint volt, és utána visszament. Hát nem tudtam még átnézni a világi dolgokat, de egy helyen találtam ehhez hasonlót, nem tudom, említettem elég régebben. Egyszer utaztam repülőgépben egy francia, repülőgépén, ahol propagálták az utazásokat, és Kambodzsáról találtam egy leírást. És azt mondja, hogy Kambodzsa az a világon egyedülálló ország, ahol van egy folyó, ami a Mekongban megy, ez egyik esztendőben keletről nyugatra, az esztendő egy részében keletről nyugatra folyik, és a másik részében az esztendőben nyugatra keletre. Amikor keletről nyugatra folyik, egy óriási medencék megtölt vízzel, ahol a világon a legtöbb halat lehet fogni, mert egy halász naponta egymásra halat fog. Amikor viszont a víz lemegy, akkor víz terem is mindenféle. Ez mi sehol a világon nem volt ilyesmi, most is romjaiban van, de nem lehet tudni, hogy melyet királyság azért ment tönkre, mert tönkre ment ez a gazdálkodás, vagy azért ment tönkre a gazdálkodás, mert a Khmer királyság ment tönkre.
Mindenesetre ez föltételezi széles területeknek az együttműködését. Mert az egyik helyen nem javítom ki, nem tisztítom ki az árcot, akkor már is már más területeken is magasabb lesz a javítás. Mert ez volt az ártéri gazdálkodás. Tehát kivezetem a vizet, a rombolás nélkül, és maradéktalanul visszavezetem a vizet, amit a területekről, amit rövid ideig elárasztott, megöntözött. Ez az ártéri gazdálkodás lényeg. És ez, ha objektíven számolunk, az a terület, amit a víz előttött, nagyobb hasznot hajtott, mint mikor ezt a területet megmentettük az árvíztől, és folytánkban vízát utolítják egy területet. Ezt mondjuk számokkal kimutatja Oláh János előttetőnknál. A mostani és ez válasz arra, hogy hogy lehetett Magyarország a termékenység, a gazdagság szimbóluma középkorban. Sorra jöttek ide valók, franciák, németek, olaszok, metelepülni Magyarországon. Hát itt teljesen nézve fogjuk. Itt annyi hal van, hogy a Mátyás király idejében írják, hogy Magyarországon egy folyó az áll, két rész vízből és egy rész hal. 1308-ban egy francia szerzőkös azt mondja, ennyi halat és jó halat, mint Magyarországon. Soha nem látott sehol. Én jártam Norvégiában sok halat esznek, de ott nincsen húta, meg nincs kukorica, meg ilyen szőlő. De Magyarországon is bőségesen. Tehát ezért jönnek ide. És útra írások szólnak arról, hogy micsoda gazdagság. És ez ennek a következő. És hogyan hat ez a történelemre? Az még megvan a magyar történelmi könyvekben, hogy Magyarország a 895-96-os foglalás után három évszázadra utoléri Nyugat-Európát. Betegszik lélekszámban, gazdasági erőben, sőt technikában is, például több aranyat bányásznak itt, mint Európa többi részén. Utoléri Franciaországot, Angliát, sőt. Három évszázad alatt. 13. század előtt. És akkor jön ez a marha export. Van érdekel uraknak a kapzsisága. Mint a magyar történetek figyeltek meg, hogy fejlődán is a marha. Mert ezek a magyarok egymás ellen harcolnak, ezek ellen lépve meg egyik véla. De cserbe hagyják az urak. A történet könyvekben az áll, érdekes, hogy nemzetközi könyvekben, Tondiak, nagy történet filozófus. Hát Magyarország erős ország volt, hát a középkorban a mongolás után mondhatnám egész a 13. század, hogy nincs vesztett csatár, de nem hódít, azt is tegyük hozzá. De hát a mongol birodalommal szemben Magyarország. És mi az igazság? Nemrégen megjelent egy könyv, én magát a könyv csak az ismertetését látom, könyv nem látom, hogy ismertetését. Volt egy angol pap, Robert pap, nem tudom, interneten talán valaki olvasta, aki részt vesz a keresztes háborúban, de részt vesz a Magna Carta megfogalmazásában, és egyébként a későbbi angol királyok, tehát kegyvet kapnak, ezért nem jön haza, hanem összebarátkozik a magyarokkal, ott a Szentföldön, de utána mivel nem tért haza, elmegy a mongolokat szolgálni, és Batu Kármának a kísérletébe kerül. Megtanul magyarul. Az a magyar történelme is benne van, hogy Batu Kárm szétküld leveleket magyarul, amivel felszólítja a magyar urakat, hogy álljanak át hozzá, és együtt menjenek a bűnös nyugat ellen. De hát ugye tudjuk, hogy negyedik Béla a követeket is kívülni, tehát hogy ne lehessen visszavonni ezeket, ami hát az akkori diplomáciai szokásoknak a megcsúfolása volt, a költeket nem szoktak fölnégyelni. De ő ezt megtette, nehogy véletlenül visszacsinálják ezt a dolgot. Ugyanakkor Tamás, palatói esperes, aki Magyarországon van, azt írja, hogy a magyar urak várják negyedik Bélát, hogy tüntesse el az a tatár. És hiába hordozza a király körül a béles kardot, nem mennek, csak röhögnek és isznak,
hogy hadd jöjjön, csak hadd leckészesen a negyedikért. Pedig Bélzor is föllép ezeken a nagy urak ellen, akik egymást pusztítják, és elpusztítják a falvakat. A magyar urak átállnak. És ez a Robert, aki végig kísérni Batuta európai hadjáratában, mondom magyar leveleket is újra, ott van Kijev elesténél. Kijevet, amikor elfoglalják a tatárok, akkor Demeter a város szolgálja. Demeter volt a város parancsnok. De azzal az ígérettel, hogy akkor nem bántják a kijevi lakosokat. De hát Batu katonái eltérnek rabolni. És Robert ott van, amikor Demeter végre bejut Batuhoz és könyörög neki, hát átadtam a várat. És mégis pusztítjátok, raboljátok az én népemet. Hát menjetek Magyarországra. Magyarország sokkal gazdagabb, de ezek szegények. És akkor Batu azt válaszol, hogy a magyar nagyon erősek. Ne félj a magyaroktól, meghasonlódnak egymásra, egymás ellen vannak. És meghasonlott országok, hogy Isten nem az győzelme. Batu elgondolkodik hozzá, ezt mind leírja Robert. Összeírja az emberét, azt mondja, ne féljetek a magyaroktól. A magyarok meghasonlódnak egymásra. Nem lesz semmi baj, gyerünk, menjünk csak magyarokra. Csak még hadd tegyem még gondit hozzá, hogy a magyar uraknak a királya szemben volt egy jelöltük, aki támogatta, ez Frigyes osztrák herceg. Azt behívják, még mielőtt a tatárok bejöttek volna, és hogy nem, a negyedik világnak a leghűségesebb szövetségesei, a kunok voltak, akik csatát vesztettek, és majd visszatérek a Magna Hungariába, hogy a kunok a magyarokkal együtt éltek ebben a Magna Hungariában. És hogy a szavamat ne felejtsem, a kunok, akik elmenekültek Genghis Khan elől, mert egy részük behódolt a Kalkamenti csata után, ahol magnak mindenját lehet, hogy kohanták, hogy mondom. Négyik még a leghűségesebb szövetségesei voltak a kiskirály nagyurakkal szemben. És azt mondta, hogy igen, hogy hát itt vannak a tatárok, behívják Frigyest, de az első dolga az, hogy Pesten Kötöny Kun királyt családjával együtt lemészárolta. Erre az itt lévő kunok, akik negyedik Bélának az emberei voltak, pusztítva kivonultak az országból, a Balkánból. Ha csak ezek a kunok ott lettek volna Muhinnál, akkor nem győztek volna. De lényeg micsoda az, hogy utána ugye Muhinnál elveszti a csatát negyedik Béla, menekül, Frigyes pedig kirabolja mindenit, elveszi, és tovább menekül, ugye a Dalmácia tehelyet találkozik. A német, angol, francia, osztrák könyvekből pedig az áll, Frigyes és Ausztria újból megmentette Európát. Mint ahogy annyiszor máskor is. Unokkel, magyarokkel, törökökkel, tatárokkel. Így hat ez a méreg, ugye a egész európai történet szemben. Na elég az hozzá, hogy elveszítjük ugye a Muhi ütközetet. Mert addigra már az Alföld puszta. Az Alföld közepe volt a legtermékenyebb, a leggazdagabb része az ország. Mert azt elüntötte a víz és öntözte. És most tényleg vissza Magna Hungáriára. Magna Hungáriára, tehát azt a Volga és Kámonmenti Magyarországot, ahonnan a magyarok rövid úton Lebédiába, Etelkőbe, és onnan behőtte az ország. De erről a Magna Hungáriáról írja Ibn Fadlán meg a többiek, a magyarokról, következő. Ez az ország bővízekben gazdag, földje termékeny és nedves, sok fája van, és nagy kiterjedési mezői vannak, és telenként a folyó mellett halász. És miután magyarokat így leírja, így hatán leírja az velük szomszédságában élő, és ma is ott található népnek, ott a Ibn-Fadlánnál mordatóknak nevezőket, ezek mordzsinokkal azonosak, akik egy finnugó nyelvet beszélnek, és ma is több száz évvel élnek még a Dobra-Kánon vidékén. Ezt a földet is leírja, és azt a megjegyzést teszi utána, hogy ezek is gazdag nagy folyók mellettének, de ezeknek nincsenek csatornák. Elgondolkodtuk, senki nem vette még észre, valami, hogy jól.
azt írja, a földi nedvesés terméken is kiterjed, és fák vannak benne, stb. Tehát nem puszta. És ránézek a klímatérképekre, amit Magyarországon az Alföld közepén 5-600 mm az égi csapadék, ezen a területen 300 körül van, majdnem a fel. És ez a föld terméke, és vizekben gazdag, és fában. A csatornáik nincsenek a voltak. A magyaroknak akkor van, kell értelmezni. Persze még kéne utána nyomozni, hogy hogyan kerül ez bele, és hát még ilyen filológiai vizsgálatok szükségesek lennének, eredeti arab szövegekkel, stb. De meg számomra ez egy nagyon érdekes terpiátorjára. Talán is ugyanezt a gazdálkodást végezték, amit itt a földha folyókban. Hogy segítették a kiáradást, hiszen ez még szárazabb föld, mint a dalföld. És segítették a kiáradt vizek a visszamenetet. És ez adta azt a gazdagságot a Kárpát-medencében, hogy három évszázad alatt utolértük Európa legfejlettebb országát. És amikor ezt tönkre teszik a nagy urak a marhatartás miatt, akkor jönnek a tatárok és jelenlények. Ezek olyan összefüggések, ezek határozzák meg a magyar történelmet. És ugyanígy elmondhatnám Mohácssal kapcsolatosan is. Ha nem a török volt erősebb. És itt is óriási hamisságok vannak a történelem tényei és a közkönyv tárolva, kézikönyvekbe kerülnek leírások között. Egyszerűen más. Tehát amit tanultunk az iskolában, és amit érdeklődő a magyar történelmét, érdeklődő leemel a könyv a polcról, akár gondolok, hogy Oma Szekvire vagy a Szász által szerkesztett Erdély történet, 1986-ban jelent meg. Ennek a részek ki van törölve. Honnan szekik egy portrét alatt jelent. Sőt, Asztalos Miklósnak a másik könyve, a történeti Erdély, abban is hiányzanak azok a részek, mint arról szólnak, hogy hogy vesztették el Erdélyt. Nem a románok jöttek be. A magyar urak hívták be a románokat, kigergették a magyarokat. Mert a románok gyapjúval fizettek, az nem romlik meg, az egyforma minőség, azt jól el lehet adni. Ugyanaz, amit az angolokról még tanulunk, én tanultam még a tankönyvekben, a beterítés Angliába, hogy az angol urak elkezdtek a jobbágyokat, mert többet jövedelmet szavadban képtelenek lettek. Az akkori tankönyvekben azt a kosári gondokat szerkeztek. Ez így benne volt. De Magyarországon nincs. És egy ez mennyire bonyolult, csak Berlászi előnevű, több mint 90 éves lett, mint két történész, írta erről az erdélyi történetről egy könyvet, hogy 1942-ben a bécsi hadilevéltárban kutatott az erdélyi történelme vonatkozóan, és közöl egy levele, amit ez jegyezzék még jól, 1768-ban ír egy magyar, német nyelven udvarnak, mivel a következőt írja. Erdély el fog veszni, mert a magyar és német földesurak elkergetik a magyar és székely jobbágyaikat, és románokat hívnak be helyett. Vannak olyan falvak, 1768-ban, ahol 20-30 évvel ezelőtt még egy román sem lakott, és most már többségben. Ezt publikálta kivonatosan az ő könyvében. Bekerült a történetben, és ekkor pusztul el az mezőség, mert itt jártak a mezőségben, ugye Kozsvár közelében van, nem a Székelyföld, hanem Erdély középső része ez. Hatalmas nagy ilyen dombvidék, de azok a kopárok, azok mind lelegelték, és nagy sumadások, ugye a revolúció lett. Ezeknek a kopár nagyon legeltetett birkák, nagyon legeltetett területeket románok laknak, és a hegyeknek a régi magyar neve Hársas, Tölgyes, Bükkös és így tovább. Behívták a románokat, azok legeltettek, tönkre mentek a halastavak, 70 halastavak kívülek szintén, hogy ilyenkor még emlékezetben. Tehát az is olyan volt, hogy Magyarország
tele van halastavakkal és gyümölcsökkel, és lesz belőle román legyen. És ezt nem írják meg a magyar történetben. Sőt, ezt a teljes levelet figyelmetosan közé Berlánszki emlékét említettem, hogy megtalálta, és azóta se került be semmilyen magyar kézikönyvbe, hogy arról beszéljen, hogy miért vesztettük el el. És nincsen benne az sem, hogy 1870-ben, tehát jóval, ugye a jogvány felszabadítás után, ugyanazon elv alapján, amit én Mária Teréziáról mondtam, hogy megnézték, hogy kinek mekkora birtoka van, és annak arányában kapott közösből el. Tehát a falunak volt mondjuk 10 jobbájter kapott, jobbájterként két jobbájter. A többi az a fölösség. Ugyanezt megcsinálják a székely havasokkal, ami minden, nem függet attól, hogy kinek mennyi földre volt le, közszékelynek egy rész, lófőnek két rész, primórnak, aki tisztségeviselt, három rész járt a havasok használatában. 1871 után úgynevezett arányosítás törvény, akinek lehet nagy birtok volt, bekapta a havasoknak birtokát. Akinek nem volt lent földje, az nem kapott semmit, vagy a hetedik havasban egy-két hónap az erdőt. 1871 után óriási kivándorlás, több mint 4.250.000 magyar menekül Erdélybe, eladósulva, megélhetését veszítette el azzal, hogy a közös területeken, ahol legeltetett, ahol hajzott, ahol gyümölcsöt termel, stb. Kiszolgott. Benn van a történelemkönyvben? Pedig megírta egy történet. Asztalos Miklós 1936-ban megírt a történet, lehet, hogy ismerik ilyen szép fehér kötésben. Vasár könyv, Asztalos Miklós, a történeti rész szerzője. Következőt írja, 1936-ban jelent meg a könyv. Jobbágy felszabadítás Erdélyben is úgy ment végbe, hogy a földesútól elvették a jobbágyterkeket, és azt a használó jobbágy nevén írták, mint megemlítettük. Mivel a székelyföldön nem voltak jobbágyok, ez semmi viszont igaz, ezen a területen az föld 80%-a a románok kezére. Hol van ebben a logika? Asztalos Miklós könyvéből kitépték azt a vagy kitörölték azt a részt, ami ezt megmagyaráztam, mert nem volt ilyen Asztalos Miklós őrkölcsönöző. És benne volt akkor a bátorság, hogy úgy hagyta a mondatot, hogy nincs értelme. És akinek van szem, az olvassa, hát ez mi a logika? Mivel nem voltak itt a jobbágyok, ezért a föld 80%-a a román kezére került. De még furcsábbat mondok is ezzel. Tudom, hogy kicsit eltérek, de csak akarom mutatni, hogy mennyire komolyan keresztül. Mikszáv Kálmánnak van egy karcolata, benne volt a tankönyvekben is. Az a címe, hogy a Pilindis terején. És ebben az van, hogy a parlament büféjében megjelenik a pénzügyminiszter, és van egy mondat, ami a eredeti Mikszáv novellában úgy szól, kívül beállatszik az erdélyi képviselők vitája a székelyek kivándorlásáról. Tömegesen vándorolnak akkor Orbába és Havasárra a székelyek, mert menekülnek a képviselők. A tankönyvben lévő idébe, szemelvénybe ki van törőve ez a mondat. Ez a szegény székelyek. De a kivándorolnak, ahol nincs egy egészség. Tessék meg utána nézni. Két kiadás is megnéztem a tankönyvben. Mikor törölték ki? Lehet, hogy már egy eredeti törölték. De az eredetiben benne van az, hogy a székely kivándorlásról vitatkoznak a székely képviselők, vagy az erdélyi képviselők. Tehát következetesen mindig azt hallgatják el, amikor a magyar népnek, a többségnek az igazát hazudják le.
hogy az egész magyar történet úgy tekintsük, mint hogy hát ki vagyunk szolgálatok, népek Krisztusa, ki tudja merre visszavonulni. Minden, ami velünk történt, annak mi voltunk az oka. És hát azon, hogy mik hogy gondolkoznak a románok és a szlovákok, azon nem tehetünk semmit sem. De hogy mi hogyan nézzünk, arról tehetünk. Akkor ez legnagyobb biztatás. És majd arról beszélek, hogy miért néznek így rám a románok, a szervek, a szlovákok, ennek is megvanok esmény. És most majd ítézni fogok olyan történetében, amit most jelentek meg. Az akadémia kiadásában. 1995-96-ban jelent meg a magyarok krónikák, ismert ilyen vastag tényleg. Felkezdtette akadémián. Hogy szó szerint mondjam. Nem hittem az a szememnek, amikor ezeket ott olvastam. És de nem akarom akadémiára kenni, mert már előtte, még Horthy alatt Dél József, aki 47.000 kimenekült Ausztriában hirdette tovább a magyar történelmet, szó szerint ezt írja, Kolozsvári egyetemi tanár volt, és ezeket az 38-ban megjelent egy könyvet, Bogány magyarság, keresztény magyarság ez a cím. Újra kiadták, minden változtatás nélkül. És ebben szó szerint idézek most. A magyarság a beleszületett parazitikus gazdasági érzékével beletanult ebbe a tőle alapjába véve idegen foglalkozásba, mint a honfoglás után a földművelésbe. És a gabot termelésen kívül a növény, majd délen a gyümölcs termelés, őt a szőlőgazdaság fogalom körével is megismerte. Alma költ a szőlőkorság. Volgár törökség révén ismerte meg. A magyar harcos nomád uralkodó nép. Azt folytatta, mint az avarság, mely a szélrózsa minden irányában a szláv népek gyűrűjével bástyázta körül magát, rájuk telepedett, gazdaságilag és katonailag kihasználta őket. Igaz, hogy a magyar jobban megbecsülte a szlávok munkaerejét, természetszerűen szerintem is megértük gazdaságilag is. És a rabszolgáltatásokban a földművel is használta. A kalandozás a célja a rabszolga szerzés és a rablások kívül hatalmas összegekkel adott országok hódoltsági gyűrűjének fenntartása volt, így a nomádok más népeken élősködő gazdasági rendszerének egyik legnagyobb szabású megvonatkozása Európa történetében. Dér József, magyar egyetemi tanár, később azt hiszem a Berni Egyetem, Kelet-Európa tanszékének a vezetője, emigrációban. Ezt írta 1925-ben. Fogány magyarság, keresztény magyarság, Dér József. De most az akadémia 1995-96-ban megjelent a magyarok krónikák. Minden történelmi tanár igyekszik megszerezni. És rengeteg adat van benne, idézeket, stb. És ezt olvassuk. Konfoglalásról. Hasonlóan a többi nomád néphez, magyarok ugye mondhatjuk, a föld magán tulajdonát fogalmát sem ismerik, sápolva laknak. Számukra semminek, ami a letelepült irányúthoz tartozik, nincs különösebb értéke. Az emberi élet értéke csekély. Az ellenség teljes elpusztítása, a gyermekek anyák megölése és természetes velejárója a harcnak. A steppe nomád életformája találkozott az évszázadok óta megtelepedett nyugat-európai szilárd falu közösségekkel lakóinak. Akik már kis vagyonkájukat gyűjtik és életkereiteiket tervszerűen építik át. Az állandó közösségek együttélésének erkölcse a kereszténység, a tulajdon, a családja, a termelés biztonságát tette. Ez ütközött össze a vándorló, zsákmányoló, pogány nomádok értékrendjével. A honfoglalással évszázadokon, hogy elmúlva átalakulást kezdődik meg az életmód területén is. A köznapi emberek a lovagláshoz évszázadok alatt kidúlult karikalába, természetesen generációkon át tudott csak hozzászokni az eket utáni egyenes járást. Elemű viszik. Megint meg a többet, rövidában is olvassák. De
látják, hogy nem alulról nézik a történelmet. Nem a nép felől nézik a történelmet, hanem igazolják mindig a urakat. Mohácsról nagyon szépen ír, ugye Nemesi könyveiben, csak hadd emelném ki, hogy a Dózsa-féle, ugye a parasztlázadásnak a eredeti, igazi történetét sokkal inkább megtalálják abban a tízkötetes magyar történetben, amit 1896-ban, tehát még Ferenc József idejében Szilárdi Frakciói Közöltében. Biztos látták már egy tízkötet aranyos barna kötésben. Abban pontosan elírják azt, hogy 1514-ben egy második Nándorfehérvári győzelem van kilátásban. Mert ugye 1456-ban a világ legnagyobb hadserege, akit német és francia füzérek támogatnak, vagyis a törökök, megszállják Nándorfehérvárra, és az akkori vezetés látja, hogy reménytelen. Hát a Nándorfehérvár Szilágyi végig pár ezer emberrel is a hadsereg kifelére lehet. És akkor Hunyadi János és Kapisztrán népfelkelés keresztes hadjáratot küldtek, és rövid idő alatt összejönnek a parasztok, és legtöbbet még kardja sincs, csak botokkal és kaszákkal mennek. És a fele ott vész, de megverik a világ legnagyobb hadsereg, hogy nem Nándorfehérvárt akart elfoglalni, egész Európát akart elfoglalni. De még második Mohamed is, a szultánsnak meg is sebesült. És ez a Nándorfehérvári diadal, amit a harangozások egész Európában hívnak. És most ugyanez a helyzet, megint jön a török, 1514-ben. A magyar vezetés józanabbik része látja, hogy ezekkel a magyar nemesi hadsereg, amit is megvan osztva. Egyik Habsburg párti, a másik Szapolyai párti, stb. Ez nem elég. Keresztes hadjáratot hívnak. És pillanatok alatt megint százezres parasztság jön össze. De akkor a urak megijednek, mert ha előtte lebe években sok parasztságot, nagyon méltántan névő törvényeket hoztak, egyébként is jön az aratás, ki fog akkor arat, nincs ellenek harcolni. Visszavonatják Bakóctól a keresztes hadjáratra való felhívást, sőt, kiátkozásra fenyegetik meg, akik nem térnek haza. Magik a földesurak pedig, akik ők mégis akarnak csatlakozni és elindulnak a keresztes hadjáratba, elfogadják, kihelélik, stb. Pontosan leírják a korabeli írások. És végül ezt a hadsereget minden ellátástól elzárják, nem kapnak tiszteket, mint Hunyad idejében, hogy megszervezzék ezt a lelkes tömeget. Dózsát becsapják, tárgyalásra hívják, lefoglalják, stb. És egyáltalán csak a szerb történetben van benne, és fölbérelik Szirjanovicsot, aki együtt megy Dózsával a török ellen, hogy nem a török ellen menjen, hanem a Dózsát kísérő tábortól az asszonyok sütik a kenyeret és ápolják a betegeket, támadják meg. Sajszentlőrincen Szirjanovics ezt a tábort lemészárolja, még a tölt színérós eltinteti házszentlőrincet. Ez így megzavar földszerelésben, ugye gyenge, megszervezésben, hát ugye magától nem tud megszervezni egy ilyen tömeg, oda kérelnék tisztet, hogy a Hunyadi idejében volt. Ezt verik meg Szapolyai hadfedezet végetől hazavitt katonáit. 70 ezer parasztot végeznek. Köztük több mint egy tucat papot, párosokat és ferencesokat, a keresztes hadjárat hívére, ugye, hívják az embereket is vezetik, és aztán ugye kivégzik Dózsát is a gyilkosságot. A történelmi könyvekbe, a tankönyvekbe mi kerül bele? Dózsá seregével özönültek a parasztok, de ezek mind az urak ellen fordultak, elkezdték rabolni és gyilkolni az urakat, ezért Szapolyai levelik őket és Dózsát. Elhazudják a lényeget. Egy második Nándorfehérvári győzelemben kibontják.
És itt van aztán az egész magyar történelmi szemléletet végképpen, mind a mai napig meghatározó végzés, Verbőci törvényhoz, ugye szakolyai híve, törvény minden eddigi jogaitól megfosztják a parasztokat, és kimondják azt, ami máig is érvényes, hogy a paraszt nem magyar. A honfoglalók utódai csak a magyar nemesek, a többiek az itt talált, meghódított, rabszolgaságra vetett népeknek az utódai, tehát Kálmán király megszabadított rabszolgáktól próbáljuk. És ezt tanítják az iskolákban, a tüdeklődik százalok. Most már nem ilyennyire kiélezve, de ezt, hogy a parasztságot kitagadják a nemzetből, ennek máig érezzük a hatását. Nem akarom ezt sorolni, mert esetőség az egész. De a szilveszteri kabaré műsornak a fő figurája buta paraszt, aki röhög az ország. És az, hogy a hagybírókban látjuk a kivoltakozás jövőjét, ez a rövid szünetet tartom, tudom, hogy nem szabad egy óránál tovább sokat beszélni. 10 perc szünetet. És ha itt kétségük, hogy esetleg valami kérdései folytat, ez a megtartásra. Nagyon rövid a teljesen világos, hogy ezeket a valamit jobban ez a Magna Hungáriáról szóló arab források sejtett, ez a természetesen az együttműködés, ez az átmű gazdálkodás a legszebb példája. Óriási munka volt ám a államban átvételek ezeket a fokokat, mint a betonültek. És a radi oklevelek erre utalnak a 12-13. Században a latin oklevelek. A latinul fosszátum, az annyit jelent anyagon álló. Parva fluvius, kicsi folyó, vagy kanális, ugye kanális. Tehát utalnak ennek az építésére. Sőt, van egy érdekes bátai és szexuai határjárás, ezt megtaláltam a Kárpátia-Hungáriában, hogy valami határper miatt hajók utaznak a bizottság tagjai, most a peres ügyben el akarják tölteni, hogy most a bátai apátságé vagy a szexuai földbirtokosé. Most pedig utazunk a Vályás nevezetű kanálison. És az ellenfélnek az ügyvéd azt mondja, hogy ez nem a Vályás nevű kanális, hanem egy másik, nem régen ásott kanál. Non vajas, sed aliut fosszátum, non bim factum. Tehát nem a vajas, hanem egy másik, nem régen ásott. Hát ilyen világos tövegek vannak a 13. század jogrelevetben erről a dolgokról. Tehát a föltételezhető, hogy már a úgynevezett Magna Hungáriában elképzelhetetlen lenne, hogy 3-400 milliméter sem elér csapadék mellett nedves földi fázban, még folyóban gazdag országot írnak le ott, ahol annyi csapadék sincs, mint amennyi az Alföldön érnek. És az alföldi vízrendezésekről, ez a vicc, mert ez a bajó gazdász azt írja, hogy a magyarok csak azt emlegetik, hogy mennyi földet tettek szántóval, de azt, amit elrontottak és elvesztettek, azt arról nem beszélnek. Pedig, míg 1860-ban egész Európában óriási nagy szárazság volt, ami az Alföldön is még kevesebb csapadékot jelentett, és annyira lecsökkent a talajviszony, a kutakból kiszáradt a víz, és azt írja a vicc, mint Szent Amú hívják, megjelent meg a könyve, Magyarország mezőgazdasága 1860-ban, megjelent magyar, és kétszer is kiadták, tehát ott olvasható, Henry Vicc a neve. Hogy sok fele kiszáradtak a kutak, és nem tudják itatni az állatokat, és ezért levágják a lovakat, hogy legalább a lovak húsával a disznókat megtartják.
Hát olyan száraz lehet. Tényleg egész Európában nagy szárazság, úgyhogy kifejezetten pedig éppen a vízörendezések befejezése után vagyunk, annyira leszökkent még tetejében a talaj víz, hogy ilyen drámai dolgok. Esélyt egyébként Skandináviában és Oroszországban éhínségtörtés többen meghalnak. Ez egy rendkívül gyesztelő dolog, és még jobban kihozta ezt az óriási veszteséget, amit a magyar alapjúrban a vízörendezések jelentettek. Természetesen most maga a Vásárhelyi Pál, aki az egész vízörendezésnek a fő embere volt, akadémiai székfoglalójában azt mondja, hogy mi nem a természeten léptünk föl, hanem amit mi elrontottuk, azt próbáljuk helyreadni. Ugyanis a vízrendezések nem a 19. század elején Széchenyi vezetésében indultak, hanem Mária Terézia idejében még az 1260-as években. Sőt, még előtt. És akkor készülnek olyan tervek, és te vízügyi történeti füzetekbe olvastam, tehát nem titok, hogy az egész országot csatorna hálózattal bekapcsolják a nyugat-európai labonakiacba, úgyhogy egy Kolozsváron, Szamoson megrakott hajó, egy csatorna átmegy a Marosra, Maroson a Tiszára, Tisza, Duna között megépül egy csatorna, ami később meg is épül. A Sió fölmegy a Balatonba, a Balaton le kell csapolni, mert milyen óriási nagy búzatervő területben megyünk Balaton. Annak csak a déli részén egy csatorna lett volna. Azon a Zaláig ment volna a hajó, Zalán föl, a Murát átkötötték volna egy csatornában, és a Kolozsvárot megrakott hajó az a Grácz piacán kötött volna ki. Hát szerencsére nem csinálták. Akkor nem menne Balaton. De hogy a Balatonból is nagy birtokot akartak csinálni, mert ezek a közös területek nem voltak jobbá tereket felosztva. Ha megszerezte a földesúr, az az övé volt, a 1767-es törvény alapján, akkor azt csinálta, amit akart. Tehát a víz sem volt felosztva, megszerezte volna a nagy birtok, a parti nagy birtokosok. Gabonatermékeknek. És aztán még tovább csökkentették a Balatonnak a felszínét, akkor megépült a déli vasút. És akkor válik a nagy berek, még a többiek ilyen mocsára, ilyen nagy öblök voltak. És hát a Balaton hallgazdagságú megint csak legendás. Most visszatérve, tehát a természetről a együttműködés a közös területeken virágzott legjobban. A szántóföld, azt föl kell szántani, be kell vetni. De nagyon érdekes, hogy a falu közösségekben erről is beszélni kell, az emberek közti kapcsolat mindenkor. A legrégibb időben, amit írásban a székely falu törvények őriztek meg, nem volt végleges a felosztása. 7 évenként, még Burlántúlon is a 18. század első felében, 7 évenként újraosztották a földet. Tehát nem volt kialakulva, hogy ez jobb vágy, ez zseli. Ez amikor egy-egy falunak a történetével foglalkoztam, és a levéltári anyagot néztem, hát akkor tapasztaltam azt, hogy ugyanaz a faluban, ugyanaz a család, az egyik évben zsellér, két van összeírva, tehát nincs szántóföldje. A következő évben meg már jön. Kérdeztem az idősebb kollégát, jobban ismertük a levéltári anyagot, hogy hogy lehet. Hát csak jött be, azon volt egy osztás, amikor ő többet igényelt, mert volt átlagolata, volt jó munkaerő, rendélyű gyermekei, hát nagyobb földet. Tehát nem merevettek meg a földgyűjtőkok még a 18. században, és a újraosztásnál, és ez az a okkori keleten is így volt, sőt a Biblia szerint is, a zsidó államban is újraosztották 7 évenként a földet. És 7x7 évenként pedig minden hatóságot, adósságot eltörölték, és újrakezdték a dolgot. Tehát nem halmozódhatott fel adósság. Na erre magyar történelmi nincs példa, de arról 7 évenként felosztották, arra igen. És ez a felosztás azt jelentette, hogy kiegyenlítődtek a viszonyok. Akik nem volt elég állata, vagy hozzávaló gyerek, aki hajtja az állatokat, az nem igényel földet. Akkor zsennétét kevesebb adott.
Ha meg igényed, akkor többet fizet. Tehát ilyen közösségnek a emlékei írásban alig maradtak meg, csak így összeírásokból lehet következni. Viszont a székely falu törvények, amik írásban is megkaptak, írásban is sokkal korábban általános volt, ott egész részletesen szabályozzák, hogy hogy kell használni a közös földet. Nem lehet szennyezni, nem lehet ott a kivágni, csak ennyi és ennyi fát, amennyi szükséges az építkezésre. Ha azon fölül vág ki, akkor megbüntetik. Tehát nem engedték, hogy valaki a másik fölé kerekedjen vagyonban. És amikor leadták a buzát vagy az árpát, utána a közföld lett a kimért szántóföld. Ekkor jöttek a szegények szedni a kalászokat, ugye? Rút történetre a Bibliában. De ez így volt itt, a 20. századig. Nem illett a szántóföldre visszamenni. Még ma is sokszor lehet látni, még félszöldeken csak betakarították a kukoricát, utána jönnek szatyrokkal az emberek és szedni bővész, ugye? Ugyanez volt a szőlőben is, a szőlővény. Óriási vélelem volt a szőlőben, nem lehet, még a saját gazdára sem ment ki akármikor a szőlőbe. De ha a szület meg volt, akkor a szegényeké volt az. Ez a gondolkodás része el aztán a 19. század végén, 20. századra egyre inkább. De az erdőkön pedig nagyon-nagyon sok haszon volt. Ma már nem tudjuk pontosan leírni mindazt. Egyetlen egy falunak a példáján tudom csak illusztrálni, ez Madocsa, ez ugye Dunaföldvár alatt lévő falu, ahol szintén a 1767-es Mária Terézia féle törvény alapján, mivel kevés földet műveltek, de nagy átterületet használtak, ami erdős, ligetes. Szinte elvesztették az egészet. Madocsa, annak ide a kuruc háborúban is idézték a bírót, elítélték a bírót. Tehát nagyon volt bennük kurázsi, és ellenálltak. És kihívták azt, hogy összeírták az erdőben lévő fákat. Hogy nekik ez milyen fontos. És név szerint írták össze, pedig azok közösek voltak, de akkor már közös nem akartál ismerni a kormányzat. Hát kiosztották valószínűleg, én csak sejtem, hogy ez az embernek ez volt a A emlékanyagban az volt, hogy az erdőben mindenki közös volt. Csak aki előtt elkezdte szedni a fát, annak előjogan volt, mint első foglalkoznak. Ugye mélyet akart találni a jóduba, akkor rátette a jelét, akkor aztán más nem várta. De most a per érdekében nevetni kiírták a fákat. És ezeket a fákat fajta szerint, tehát almafa, körtefa, szilvafa, így. Van olyan gazda, akinek 30-40 almafája, körtefája van, és több száz szilvafája. És én a 60-as években, 70-es években végigjártam, már a hullám térbe került gyümölcsös szigeteket és gyümölcsösöket Dunaföldvártól le egészen az országhatárig. Csodálatos kirándulás volt ez. Mert akkor már T.S. uralta ezeket, tehát elvették és kiosztották ezeket a fákat. Volt olyan, akkor a területe volt csak mindig ez a terem, és volt benne három fa. Na de ilyen fák voltak. Egy ilyen fa, én is ilyen gyümölcsös szigeteket járva, volt valahol szinte térdig jártam a hullott almába. Ezek mind a régi fajták, nem Golden Delicious, meg Jonathan, meg Ibered volt. Pogácsa, bálint alma és így tovább. Ezek nagy, kemény, télálló almák voltak. De hát T.S. elvettek, közös legelőnek használtak, időnként táncozták a diszlóba, csak akkor az kalmán hisztak. De ezeket még én láttam. És az összeírás alapján, ha megnézzük, egy-egy gazdának több tonna almája lehet. De egy ilyen fáról legalább előtt használják. 30 fára mennyi. És szilva. És ezt mit csináltak vele? Hát ették nyersen, aszalták, csináltak belőle ecetet. Nagyon sok ecetes ételt tettek végre. Az a házi ecet, főleg almából készült ecet, az általános volt, és nagyon sok savanyú. Ebből
egy munkatársam, egy kollégám, könyvet is írt, egy nagyobb tanulmát is, hogy a savanyú ételek ilyen divatja volt régen. Levesek különösen, most is a Kelet-Európában a levesek, ugye a csorba még egy ilyen levesek. Hát ott is használták, és aztán főztek belőle keszőcéknek is nevezték például momenti. Ilyen hidlekvárszerű dolgokat, amiket mondjuk kotlóban is tettek. Tehát felhasználták, és azt nagyon sokat vittek el olyan vidékekre, ahol fölösleges volt a gabona, mert ugye a gabona nem kevés termet, kevés volt a kérdőt, almát cseréltek gabonára. A Madúcsáról példáján tudom, csak hogy ott részletesen föl voltak tüntetve a egyes gazdák birtokába írtó gyümölcsfákon. És akkor a földes úr megnyerte a pert, kiküldte az embereit, és kívánták a gyümölcsfákat, hogy ezen ne tudjanak érvelni a madocsára. És a madocsai református egyháznokat, iratait, amikor néztem, találtam egy feljegyzést, az akkori református kap 1793-ban tudja, majdnem szó szerint tudom, úgy én szívszorító látvány volt, mikor az asszonyok megtudták, hogy a gyümölcsfákat kivárják, kiszaladtak az erdőkbe, és hangosan jajveszékelve kiáltották, hogy inkább életemtől fosztatok meg, mint gyermekeimet tápláló, őseimtől marad gyümölcsfáinktól. 1791-1793-os pontosan emlékszem. Ez a és utána már nem volt tűnik arra, hogy ők bemenjenek az erdőbe. És de ez nem csak itt, hanem egész országban kialakulnak, és ezt úgy tanuljuk a történelemben, hogy Mária Terézia az első uralkodók közé tartozik, aki az okszerű erdőgazdálkodást bevezeti Európában, és itt Magyarországon. Az okszerű erdőgazdálkodás azt jelenti, hogy lehetőség szerint egyfajta, tehát bükkös, gyertyámos, tölgyes, és minden egyéb haszonvétel kitírt belőle, vagyis kitírt a jobbágyok. A jobbágyok benlegeltek. Nagyon érdekes, hogy mindig nem kapja föl a magyar gazdálkodást azt, hogy ezek a régi fajták nem füvöléltek, hanem lombolítik. Amikor elkezdtem ezt nyomozni, európai összehasonlításokra jutottam, német szakkönyvek, egész Európában a 18. századig a lombtakarmány fontosabb volt, mint a fűtakarmány. Most már sem tudjuk képzelni. És akkor az ókori írókat néztem, Columellát, Vergilius, akik szintén írnak a római mezőgazdaságon, ott egyetlen fűt sem ír le. De leírja, hogy melyik állatnak, melyik fának a lombja a legjobb. És a legértékesebb gyümölcsfa, ami egyben takarmánynak is a legjobb volt, az a berkenye volt és a kős. De etették és telepítették a fűszfákat is az ártérbe, a kaszálók szélei fűszfa sorok voltak, és kialakul egy olyan erdőforma, amit ma már nem látunk, mert az semmi a mostani gazdálkodás számára, úgynevezett legelő erdő, ahol ritkásan állnak nagy gyümölcsfák, gyümölcsfának tartották a magot termő tölcsfát is, de azok olyan távolságra vannak, hogy az a köztük lévő részre besüt a nap. És ott sokkal jobb a fű, mint egy olyan területen, ahol nincs fa, mert ugye ritkásan állnak rá a dél vagy a nap valamelyik szakában, azért besüt egészen a fának a tövéig a nap. Tehát ugyanúgy nő ott is a fű. De azok a fák megakadályozzák a harmadnak a gyors felszállását. Tehát sokkal jobb mikroklimát kaptak ezek a kivek a ritkásan álló fák között. Ez a úgynevezett legelő erdő, aminek a hasznát nehéz fölvédni, mert az állatfajták, madárfajok ehhez kapcsolódik. És a gyümölcs termő fák is ezek között voltak. És volt egy rend, ez most több hallgató is kutatja, hogy ezek a fáknak, vagy a fák mellett, mint a régi angol parkokban volt ez, voltak olyan fák, amiket rendszeresen csontoltak.
az a fa forma, amit néha a városokban, a utat mellett vagyunk, hogy 3-4 évekig levágják az ágokat is, hogy a nagy bőrből hajtanak ki, az tulajdonképpen ez volt a takarmánynak való fa. A 2-3 éves, amit könnyű levágni, baltának. Középkorban ezt vitték állatoknak etetni, és az elszáradt vékony ág, az baltára is föl lehetett vágni, az a füzetet. Tehát nem tölgyfát, vagy ilyen rönyfát vágtak és tüzeltek. Nem is volt fűrész, hát a fűrész nagyon későn terjed el. Módvában csak a 19. század jelent meg a fűrész. Egy ilyen nagy fát fölhasonlatni, olyan, hogy kárjával esett üzenet, iszonyatos munka lett volna. De ezek a kettős hasznosítás, lerágják a lombot, és a megmaradt kárhoz fát, azt betüzelték a kerencébe, csak kárhával. És egy fa, hát az általam beárnyékolt területnek a fű mennyiségét, ez viszonyítva, hát 3-4-szer annyi zöld takarmány. És a fának a lombja értékesebb, különösen például a sejemhelyű tenyésztésre is használt szederfának a lombja, és az Ereki Károly, akit már említettem, aki Nobel-díjat kaphatott volna, ő az angol-francia amerikai irodalom szerint a biotechnológia szót ő találta ki, és ő volt az első alkalmazója. Ő egy könyvet is írt arról, hogy hogyan lehet hasznosítani a zöld takarmányt. Ő csinált egyébként a nagy érdi disznóvízlaldát, amit most már lebontottak, de előtt, hogy 30 éve az ember arra is ott adott, akkor érezte a szagát. Igen. Ott is az volt, hogy a zöld takarmányt összezúzták, és akkor vetették föl. Sokkal nagyobb mennyiségben tartottak a tápláló erejét, mint hogyha azt szállították volna, vagy besorozták volna. Hát a magyar sors, ugye nem Nobel-díjakat, hanem ugyanakért az 53-ban, Váci Egyháromban. Most ez a Ereki írja, hogy a szederfának a lombja kilóra számítva ugyanannyi szederfa lomb, mint amennyi lucerna, 2,5-szer több tápanyagot hasznosított a tápanyagot, mint a lucerna. A lucerna ugye a teteje a takarmányzónak. Milyen fontos lenne például behozni a gazdálkodást, ezt a lombot? Mert a fa nem pusztul el, hogy időként levágják után. Hát a szedertát különösen, és aztán ki kellett írtani, mert az amerikai szőlőnek kezdett a hangfelül, azonban is, hogy ki kell várni, az amerikai szőlőnek kell az onnan terülni. Úgyhogy egész országútak mentén lévő egykori szedertákat, ki ezen az a címen kivágták a 60-70-es években. És mi volt még az erdőben? Hát erdőben volt gyümölcsfa. Ugye Mária Terézia attól védi az erdőt, hogy a gyümölcsfa környékén az ember, aki használta a gyümölcsöt, levágta, ritkította a nem gyümölcs termő fát. Egyébként megint biológiai tény, hogy egy vegyes erdőben mi az egyes fák nagyobb gyümölcsöt hoznak, mintha az homogén egyfajta növény lenne, ugye? Ha nem használja ki egy oldalúan a talaj. Tehát ezekben a gyümölcsös erdőkben, nem tiszta gyümölcsös korban, ők köztelt a makjárnyát, a disznók is ették, és hát kellett másra is ülött lomtakarmányi, tüzelőnek, épületfának, egyebeknek. A fatermelés, lomb, takarmánytermelés, gyümölcstermelés, méhészkedés. Európa egyik legsűrűbb méhész területe Magyarország. Rengeteg a felvidéki városok, Csehország és a magyar Szlovákia területéről, mind a Dunamenti erdőkbe jöttek le mézet és viaszt vásárolni. Mert a viaszt is nagyon fontos szerepe volt a régi életben, nem csak viaszgyertyáknak, pecséteknek, sok mindenre használták. Tehát nagyon nagy értéket jelent. Azok, akik voltak ott a vadon élő állatok, hát a méhészek volt egyik legfontosabb, de utána úgy fogtassák be a méheket, a fákból is, nagyon sokszor magában a fával is tartották a
a méheket. Tehát mindenféle egyik kisebb állat is volt, amiknek a préje sokat ért. Nagyon érdekes, hogy az árpátori szolgáló népektől, Györfi Györgynek a munkájában szó van a mindezőtt szolgáló népektől, népekről, akik nevükben is viselték azt a szolgáltatást, amivel adóztak a királynak, aki sok oldalon sokféleképpen kiépítette a maga szükségleteinek az ellátására szolgáló falvak hálózatát. Hőgyész volt ott, ahol mennyéteket kellett adózni. És még a 20. században is annak emléke a nyestezésről, itt a Mecsek környékén, hogy egyes falvakban nyestezés, az egy olyan mellékfoglalkozás. Nyestés a növény is a mennyétnek a réme volt a legdrágább. Akkor voltak a vadmadarak, amik főleg vízes területeken voltak. Vízes területeken, ahol annyi vadmadár tojást tettek össze, mázsányokat. És a tarhonya tulajdonképpen a tartósítása a bűtögetett tojásnak, mert az pár hét alatt megzárul. Ha viszont összetöröm és begyúrom sós lisztbe, akkor meg lehet szállítani, és a tarhonya egy magyar specialitás, ugarikum volt végre. És akkor nem is szólok arról, hogy sok gyógynövény van, amit erre használtak a gyertőt. És ipari fának, hát nem csak ugye épületfák, dolgokból, mint ilyesmi. Például Mogyorónak a veszélye volt, amiben az abroncs, nem volt a vasfabroncsok, csak a hókókon, mint állókon. Mogyoró veszélye, csak nagyon fontos volt. Akkor különböző vesztőket, vesztőfonásnak nagy jelentőség volt. Nem csak a halászat, hanem az építkezésben is. Ezeknek is megvoltak a speciális célra alkalmas. Egyik az varsák készítésé volt, a másik az házak falának a készítésére, kosárfonásra volt. Nagyon fontos. Tehát rengeteg kézmunkának a nyersanyagát adta. Aztán voltak ez a viricselés, amiről most teljesen elfelejtkezünk, Erzsébetben csinálják, sőt Kanadában és északon még ma is, hogy megcsapolnak bizonyos fákat. Van a cukorjuhar, Kanadának a emblémája is egy juharlevét, aminek ugye a levét itták, mert az cukros volt, vagy besűrített. Tehát Magyarországon is a nyílfának is, meg más fáknak is a levét itták. Gimesben ma is gyakorlat. Bizonyos fáknak a gyantáján, itt a rágógumi úgy használ. A gyantának megint külön értékelő, ugye. És akkor ott voltak még az erdőben, hát nagyobb állatoknak a fogási lehetősége, a vókától kezdve a szarvas, és ugye, hát ez a jogát, a paraszt közösségnek az erdő használatban csak a 14.-15. században kezdnék úgy tisztelni a fővesek. Sőt, a 15. század végén jönnek azok a törvények, hogy eltiltják, hogy ezek az állatokra vadászanak a úgymond parasztok. Akiket ugye megfosztanak a Verbőci törvényeivel a magyarságoktól is. Nem tartják magyarnak. Vagyis ez a bizonyos sokoldalúan használt vegyes erdő, akár vízes területen, akár hegyi területen volt, ez abban az időben több értéket termett, mint egy szántó. Meggondolandó lenne ilyen kísérleteket végezni. Hát sokkal nagyobb takarmány tömeget tudok egy ekkora darab erdőből lerúgni, mint amennyi füvet tudok elkaszálni. És ez nyilván hozzájárult ahhoz is, hogy a erdőbe való serénykedés, munka, stb. Ezt az ember és természettel való kapcsolatot mélyítette, és nem véletlen, hogy azokban a közösségekben, amelyek ilyen nagyon sok oldalon, nagyon változatosan használtak egy jó diverzitásból gazdag tájat, a népművészet sokkal virágzóbb és sokkal gazdagabb, mint ott, ahol csak földműveléssel foglalkoztak. És nagyon érdekes, hogy épp ezek a tájak, tehát amik ilyen sok oldalon használták a természeti környezetet, mikor ezekből megrabolja őket az 1767-es útvédi rendezési törvény, ezek válaszolnak az a születéskorlátozásra. 1767-es
1937-ben először ez a Kis Géza református lelkész írja meg, és bíróság elé állítják a nemzeti alárásért, hogy gyaláztat, állít, terézzük elé, tehát milyen nagy uralkodó. Az úgynevezett 1767-es elkülönülés nagyobb kárt tett a magyar népre, mint Mohács és Muhi együttvétele. És ahogy láttuk, ezeknek is az előzménye az, hogy megromlik a magyarság összetartó ereje, a gazdagok, a hatalmasok nem azonosulnak a népvel, és az egész népnek a tragédiája. Ha azt a tételt nyugodtan fenntarthatjuk, hogy egy nép boldogulását azt szolgálja, ha az a három kapcsolat erős egymással, tehát egy társadalmi tőt, ami most hiányzik, és ezért vagyunk betegek, Kopmária könyvére utalkozik. A természetet, amit csak kívülá zsákmányolunk, és nem gondoskodunk a biodiverzitás fenntartásában, ami régi falu törvények is megemlékeztek, és a gyakorlatban is megvolt. És mindezek kettőnek a foglalata az, amikor ez az egészet isteni törvények magasságát emelve Istenre. Ezek az igazi motorjai és meghatározói egy néptörténelem. Nem a királyok tehetséggel a kapcsolatrendszer és a tudás. Láttuk, hogy Muhinak is ez volt az oka. Jobbágylázadásnak nevezett Rózsa féle, ugye parasztmondan vezelése után Mohács. És az 1767-es urbéli rendelet után nem teszi jóvá a magyar társadalom ezt a kirekesztést. Sőt, 1848-ban szentesíti, hiába harcol ellene Táncsics és Petőfi és a többiek. Mert aki 1867-ben kiszorul a közösből, az zsebből. Úgy kellett volna végrehajtani, hogy azoknak is valami legyen, ők is a falu közösség tagjai voltak. Sőt, ugye potenciálisan lehet őre kezdve az esztendőbe osztásnál megint jobban jelentkezhetett volna most, ami ugye megmaradt a újraosztás a 18. század közepén. 1848-as jobbás felszabadítás szentesíti és megkeményíti ezt a megoszlást, és létrejön a magyarságnak ez az óriási, egy 3 milliós szegény rétege, ami aztán kivándorol, és a elintézetlen, meg nem valósított, és a teljesen a földes uralmát meg erősítő külpolitika is vezet minket az első világháborúból, másodikhoz. Mert nem ítélhetjük el azokat az embereket, akik lelkesen csatlakoztak 1945-ben a kommunistákhoz, mert hirdették a fölosztást. Más kérdés, hogy aztán ez hogyan fordul megint csak át 1990-ben a volt nomenklatúra megszabja a nagybirtokra alkalmas sejtőkéhezkodatra. A múlt ismerete csak akkor érdemes, és arra való figyelmet, hogy tanuljunk belőle, és felelősséget vállaljunk ezeknek a hibáknak a kiküszöbölésére. Nagyon nehéz dolog. Nagyon nehéz dolog, mert az ember nem fekete és fehér, hanem fekete ismét és fehér is. Nincsenek makulátlan emberek, mi se vagyunk azok. De le kell ülni és meg kell tárgyalni. Ez a társadalmi tőke hiányol. Nem tudunk egymásra szót érteni, csak tüzelünk egymásra, eskatujázunk, ide tartozó szóval se állapodott, egyébként, és így tovább. És ez a politikai életben is mind a mai napig évszázados hagyományolunk vissza. És legnagyobb, mint Széchenyitől kezdve Németh László, mint ezzel próbálunk valamit tenni. Mert minden bajunk abból származik, hogy hajtja bűneink miatt gyújt halak, és nem haszol. Ki tudja merre visszavonni. Az ézőjét sehova nem visznek. A saját erényeink és bűneink alapozzák meg szerencsétlenségünket és őket. És mivel ez rajtunk áll, ennél optimistán is lehet nincs. Köszönöm szépen.
sokan a tematika megváltozott, ez a mai nap elmúlt azzal, hogy arról beszélünk, hogy miért érdemes foglalkozni egy teljesen történelmi szemlélettel, mert ahol tanulunk, ha mondja, elhallgatjuk a legfontosabb részeket, akkor nem lehet tanulni. Minek? Itt a Vincső sokat tartjuk magunkat az ott megadott tematikához, és ott szerepel, ugye, amire a kedves kartásnél már utal, hogy mindenkinek a, hogy így mondjam, a végzéséhez, sikkéhez lenne az első fél év végén egy két-három oldalas beszámoló, amit bármelyik faluból, amit kedves az életünkben, tehát a ősei származók, ott szokott nyaralni, összeszedik egy kis irodalmat, könyv, utána egy bibliográfiákban, és szétnézni, hogy mi van itt most. Miben élnek az emberek, mik az érdekesek. Szerintem óriási változása volt a nyugati határszélén egyszerűen nyugat-európai válik a falu. Most olvastam egy tanulmányt, a határon lévő falvaknak a többsége már olasz, holland, német, osztrák. És a magyarok öregek is gyerek. Azért kérdém ezt, mert rákényszerülnek arra, hogy szétnézzenek a mostani. És ezt így rá kell tapasztalni, hogy nem muszáj adatokkal teletölni is. De néhány embert meg kell szólítani is a véleményünket. És ez megtanít minket egy kicsit a népai szemléletet, mert én kutatásaimat az öregek emberek meghallgatásával és a légi levéltárnak a bújásával szeretném. Szerintem mind pár levéltárnak, hogy megerősít az emberek vallomásait. Nehéz az embereket megszólaltatni, különösen a közelműködik a fontos. Sok hallgató panaszkodik arra, hogy meg akarta írni ennek és annak fogok a tökéletet, hogy a készek mindenki van. Nem csak azért, mert esetleg sáros, nem szívesen emlékezik arra vissza, hogy falnak állították, amit csináltak. De ha nem írjuk le, el fog veszni, beveszni teljesen. Nagyon kevés helyi tanulmány készült a teremtőjére. Éppen ez egy ilyen nehézség. De hogyha valaki onnan származik, vagy ismerik, akkor jobban megnyílnak. Nem kell a neveket megnevezni. Tehát az anonimitás maradhat. De egyszer meg kell szólaltatni az embereket. Mert 10-20 év múlva a térszekről már nem fogunk tudni segítséget. Tehát ezt szeretném megnyílni. Feladatot adni, hogy szállják rá magunkat.